Evangélium Szent Lukács könyvéből. Ezek után az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. Azt mondta nekik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek! Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászállati békességtek, ha pedig nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik. Elközelget hozzátok az Isten országa. Ha pedig egy városba betértek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok. Még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városotokban lábainkra tapadt. Tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa. Mondom nektek, Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon, mint annak a városnak. Szeretett testvéreim, mai evangéliumban meghatározódik, hogy mi is az a keresztény élet. A keresztény élet nem más, mint a Krisztusra való teljes ráhagyatkozás. És az a Krisztusra való teljes ráhagyatkozás, amelyet Krisztus ma megkíván tőlünk a mai evangéliumban is, ez az út az eszköztelenségnek az útja. Emberi szempontból, vagy ha emberileg gondolunk erre az eszköztelenségre, és elkezdünk gondolkodni ezen, akkor első hallásra vagy emberi szempontból azt mondhatnánk, hogy ez nagy mértékű meggondolatlanság vagy vakmerőség. Viszont Jézus követésének esetében nem erről beszélünk. Ez nem meggondolatlanság vagy vakmerőség, hanem az Istenben való biztos és legteljesebb megnyilvánulás annak, hogy én, akit követek, Jézus Krisztust, én abban az emberben teljesen megbízok, és teljes bizalommal át tudom adni saját magamat és teljes életemet az ő követésére. Mai napon Anya Szent Egyházunk a gyermek Jézusról nevezett Lézői Szent Teréz szűz és egyháztanítót ünnepli, és ő fogalmazza meg nagyon szépen, hogy mit is takar ez a Jézusra való ráhagyatkozás, hogyan is kell megvalósítanunk ezt a saját életünkben. Így fogalmaz. Kisgyermeknek maradni a Jóisten előtt azt jelenti, hogy elismerjük semmiségünket, mindent a Jóistentől várunk, mint ahogy a kicsi gyermek is mindent apjától vár. Azt jelenti, hogy semmiért sem nyugtalankodunk. Tudtam, hogy képtelen vagyok biztosítani életszükségletemet, a mennyei örök életet. Tehát mindig kicsi maradtam, és így nem volt más foglalkozásom, mint az, hogy virágot szedjek, a szeretet és áldozat virágait, és hogy felajánljam azokat, a Jóisten tetszésére.
Kicsinek lenni még azt is jelenti, hogy erényeinket nem tekintjük saját erőnkből fakadónak, hanem felismerjük, hogy ez a Jóisten kincse, amit kisgyermeke kezébe ad, hogy akkor használja fel, amikor szükségét érzi. Végül azt is jelenti, hogy nem csüggedünk el hibáink miatt, mert a gyermekek gyakran elesnek, de túl kicsik ahhoz, hogy nagy bajt okozzanak maguknak. Amen.